De jó, kitaláltam, hogy elég lesz egy pulcsi. Hát köszöntelek titeket a télből, most már hivatalosan is, gyertek, így körbemutatom, hogy a Mátrában már igen, ilyen jó idő van. Na és az a felütése ennek a kis videónak, hogy ezzel a Renault Megane E-Tech-el fogyasztástesztet fogunk csinálni. Akartam már többször egy ilyet, hogy így fölmegyünk a domb tetejére, meg visszajövünk, és igazából mennyi marad, mennyit tudtunk visszatölteni. Nem lesz a legkicentizebb, legőrültebb, fűtés nélküli használatos ilyen teszt, hanem pont a valós lesz, tehát hogy befűtjük az autót, használjuk az elektromos autót, mint egy autót, és közben fölmegyünk egyet snowboardozni. Ez igazából a lényeg, úgyhogy ugorjunk is be. Ez egy új, hát új, amennyire új, még nem is a, ugye a új címeres rendszám, tehát már van benne 20x ezer kilométer a tesztautóban, de az új Renault Megane E-Tech, a kisaks is, az ilyen furcsa, kilincses, majd menet közben átbeszéljük, és akkor a lényeget most meg is csináljuk. Beülünk, leverjük a lábat, beindítjuk, becsukjuk az ajtót. Már kicsit előfűtöttem az autót. A lényeg ez lesz, hogy 65%-ról indulunk. Most az ugye, hogy hány kilométer hatótávot érkeznek, nem annyira lényeg. Majd a fogyasztás lesz fontos. Szépen itt minden rendszer betölt lassan. Ugye ez a Google alapú jópofa kis 12 szolos tableten, ami álló formátumú. Na, azt fogjuk most lenullázni, és ha valaki ezt Renault-ba keresné, akkor ezt húzzuk lefelé hosszan. Na, nem akarok hozzád beszélni, nézd meg. Szóval húzzuk hosszan lefelé, és akkor az elkezd villogni, aztán le is nullázza. De igazából nekem az lesz a lényeg, hogy mikor visszaérünk, hány százalék lesz. Tehát, hogy lefelé majd mennyit tölt, mennyit tudunk visszatermelni, és ezt ugye majd ott pillanatnyiba fogja is nekünk mutatni. Hát azért ugye az a legvalószínűbb, hogy nullába nem leszünk, tehát olyat nem tud így ilyen autó, hogy fölmegyünk, és lejövünk, és akkor ugyanannyit vissza is töltött. Ez inkább olyan lesz, hogy mondjuk megjárjuk jobb fogyasztással, mint amit tudna egy sík terepen autópályán. Amúgy lelőm a point, így télen ez a kis aksis, ez a nettó 40 kWh-s aksival van, a kis 130 lóerős elektromos motorra. Ez alatt, ami a 24 kWh-t elvett autópályán, így mínusz 2 fokban, most mínusz 1 fokra váltott éppen. Hát, tél van, ez van, elektromos autók többet fogyasztanak, mint amit a WLTP-ben írnak. Na, induljunk! Dobtam föl egy kamerát az autóra is, hogy lássátok, hogy ez itt most tényleg szép. Tehát, hogy szokott szerencsére ilyen lenni még egy évben párszor, hogy a Mátra olyan rendesen havas, ahogy szokott lenni, meg ahogy Ausztriában így normális, úgymond. De itt már ez talán azt mondhatom, hogy különlegesnek számít, és tényleg nagyon szép. Nos, tehát igen, tehát hogy fogyasztásteszt lesz itt a lényeg, hogy jól fölmegyünk, aztán jól lejövünk, de hát közben lesz egy kis snowboardozás Mátra a Szent Istváni síparkban, itt meg a telefonom szánkózik jobbra-balra, fölteszem ide a dedikált helyére, ide a kis tablet alá. Közben azért tényleg meg akartam említeni pár dolgot erről a Renault Megáról, és sima tesztet nem akartam róla, mert hát azért szerintem láttatok már róla elég videót, ez a tavalyi évautója döntős elektromos Megane, ami ugye sokkal kisebb, mint egy Megane, de hát így lett elnevezve, ez volt a fiókban, és ilyen borzasztó hosszú neve van, hogy Renault Megane 100% E-Tech Electric. Hát szerintem ebbe belehibáztam, de erős 4-est adjunk meg nekem, így a sok betű össze-vissza keverésért itt korán reggel. Szóval ezzel akartam egy hatótávtesztet, mert azért a Renault nem ma kezdte az elektromos autó gyártását. Elvileg, amikor kijött ez az autó, ugye azzal kampányoltak, emlékszem, hogy több mint 10.000 milliárd elektromos kilométert mentek már a különböző Renault-k, ezt főleg a Renault Zoe-val természetesen, és nekik azért van tudásuk itt elektromos téren, és természetesen mindig belehozzák a Forma 1-es technológiában tapasztalt különleges dolgokat, amit ők onnan vettek és onnan tanultak, és ez minden egyes utcai elektromos autóba belehozzák. Jó, hát ez a marketing része, de lehet van valami alapja az energia rekuperációnak és egyéb termeléseknek, amit onnan hoztak. Na, ami tényleg nagyon érdekel, hogy most egyrészt, hogy ilyet még nem csináltam, saját bőrön megtapasztalva, hogy mennyit tölt vissza egy elektromos autó így, hogyha majd lefelé jössz egy hegyről. Én ezt nagyon szeretem az öntöltő hibridekben, a plug-in hibridekben, meg a teljesen elektromos autókban, hogy mikor lassulsz és fékezel, az a lassulási energia nem vesz el. Tehát nem egyszerűen fékbetétet koptatsz el és fékport kreálsz a világnak, ami nem jó, sőt, nagyon rossz kis szállópor, ami nem tesz jót akár nekünk, akár környezetünknek,
hanem szépen visszatermel, és ezáltal nekünk még több kilométerünk lesz, még több hatótávunk lesz, amit el tudunk autózni zölden, mert talán én azt gondolom, hogy az legalább már tényleg zöld energia, amit a saját lassulásunkból nyerünk vissza, attól még, hogy az eredeti energia, amivel megmozgattuk ezt az autót, az ki tudja honnan jön, napelemből vagy szénerőműből. Ezen most ugorjunk túl. Továbbá nagyon kényelmes egy ilyen autóval autózni, így, főleg így télen, mert ugye kis benyomom az applikáción ezt az előmelegítést, és a hőszivattyú segítségével nagyon hamar ilyen 18-20 fokra, tovább én nem szeretem, de legalább oda melegíti az autó belterét, ami pont elég arra, hogy pulcsiba, meg most ugye ilyen síruházatban beülj, mert nem kell melegebb, de azért nem a -2 fokba üsz be. Az viszont érződik az autón, hogy hát a WLTP 300 km-t ez a kis aksi nem fogja tudni. Na de visszatérve még arra, hogy mikor kijött ez az autó, nagyon dicsérték. És én is már rövidebb utakra volt szerencsém beleülni, de ez nekem amúgy most az első ilyen hosszabb távú tesztelésem ezzel az autóval, mert előző médiumoknál másnál volt, nem én kaptam, de azért körbenézegettem, és a koncepció nekem nagyon tetszett, amit a Renault kihozott ezzel, hogy azt mondták, hogy kis autó, tehát rövid, viszonylag legyen könnyű, és nem kell akkora aksibel, és ezzel olcsóbb lesz. Tehát amit én mindig mondok, és elmondtam a BYD videóban, nézzétek meg. De már csak az árakat nézzük a versenytársakhoz képest, akkor annyira nem olcsó ez a Renault Megane. Kereken 4200 mm hosszú az autó, és ugye lehet ezzel a kisebb aksival, meg a nagyobbal a 60-as aksival venni. Ezzel a kisebb aksival is bruttó 15 millió forint fölülről indul az ára. És bele kell tenni a Winter csomagot, ami hőszivattyú, meg ülésfűtés, meg kormányfűtés, azért az kényelmes, ezzel tudjuk igazán kihasználni az autó lényegét, bele kell tenni a távolságtartó tempomatot, sávtartót, mert az kell, az jó dolog, és érdekes, hogy alapból nincs benne. Tehát mire összepakoljuk, ezt nem lesz olyan olcsó autó, de az alapkoncepció nagyon tetszett, hogy van egy baromi nagy, mert jó mélyre pakolható csomagtered, 440 liter, van egy viszonylag kicsi autó, de belülről nagynak érződik, nagyon jó az anyaghasználat, egy nagyon jó pofa érzetet ad itt belül, és egy nagyon kényelmes autó, nem száguldozásra való, inkább ezek ilyen belesüppedős kényelmesülések, de jó lenne mindenre, ez tök jó első autó lenne. Csak hát, hogy menne sokkal többet, ugye mindig ide jutunk vissza, de majd jól meglátjuk. Na, autózunk egy kicsit. Mindig hidegebb van fent. Tudom, hogy néha így fújolják, hogy állj, de Magyarországon síelni hülyeség, meg stb. Ki kell menni Szlovákiába, Ausztriába. De azért, mikor ilyen szép az idő itt fönt Mátra Szent Imrén, vagy Szent Istvánon, ki melyik ugye, mert hivatalosan Mátra Szent István, de hát Szent Imre van ott lent. Azért az akkor így nagyon szép. Milyen jó? Na, biztos sokat hallotok így megint. Szóval azt akarom mondani, hogy milyen jó, hogy ilyen kis normális fizikai kalaptartója van ennek a Renault Megane E-Tech-nek, ami most kicsit havas lett, mindjárt megszerelem, amit normálisan így le tudsz pattintani, és akkor van egy jó kis pakolótered, amire normálisan tegyük föl ilyen síeléskor, ki lehet dobálni a cuccokat. Mások meg szúnyoghálóval csinálnak már ilyen kalaptartószerű valamit, hát... Na, melegítsük be az autót, aztán mehetünk vissza, jól visszatölteni lefelé. Még nem értünk le teljesen, az látszik, hogy hát természetesen kevesebbet fogyasztunk, és a lenullázott fogyasztás mérőnknek csökken a kilowattóra per 100 kilométeres kis adata. De még egy pár dolgot azért el akartam mondani, hogy mi volt a tapasztalatom ezzel az autóval. Nekem nagyon tetszett.
Én ezt mondom mindig, hogy ez a méretű autó kell, mert elektromosban kb. Egy szegmenssel nagyobbnak érződik majd a beltere, mint amekkora az autó, tehát attól még, hogy 4,2 méter az egész autó, normálisan beférsz hátra, rövidebb utakra, meg gyerekek jól el lesznek, van egy 400 literes csomagtered, itt elől meg bőven elég. Ez tök jó. Ugye megint csak majd a hatótávval lesz probléma, ettől nem lepődünk meg ma már. A beltere baromi jó, én nagyon szeretem ezt a Google alapú rendszert, ami itt van. Nézzétek meg a Renault Austral tesztünket is, ugyanez a beltér. Takra, fizikai gombok, de azért már jó nagy tablet, a kormány is jó pofa. Ez ugye itt, ez kusza, hogy hangerőgomb, index és az előválasztókar, ez a három itt a kormány vezetőről nézve jobb oldalán, tehát a jobb kezeddel operálod ezeket. Meg kell szokni, én is volt már, hogy üres tettem a helyet, hogy ablaktörlőztem. Ez idegesítő, de jó, finoman kell érzed, mert mindegyiknek más a távolsága, amennyire kinyúlik így a kormány mögül, de hát azért okosan nem kapkodós autó. Az árát már említettem, tehát 15 millió forinttól indul ez a kisaks is, el fogod tolni 16 millió fölé simán így bruttó. Adnak rá kedvezményeket, az biztos manapság, meg a jövő évben 24-ben is fognak rá biztos, de nem olcsó autó. Egyáltalán nem olcsó autó, oldalra kell sorolni, és pláne ezt nézve, hogy hát de akkor ugyanennyiért kaphatok esetleg egy nagyobb Hyundai Kia elektromosat, vagy ha kicsit följebb megyek árba. De most ne is nagyon hasonlítgassuk. A futóműve nagyon tetszett, az különösen nagyon jó. Jól bele lehet dobni egy ilyen kanyarba, be fog tapadni, nem milyen dőlöngélős, jól lent van a súlypont természetesen, de városban meg kényelmes, én ezt szeretem. Tehát ugye van autó, ami konkrétan fordítva csinálja, az a legrosszabb, amikor itt ilyen limilomi, ott meg feszes, mikor fekvőrendőrre föl és le kell lépni. Nagyon kényelmes volt. Soha nem volt egy ilyen rendszer lehalása nálam, a telefonos applikáció is jól működik, nagyon kényelmes, tényleg elő lehet fűteni. Ezt tudta már egy 20 évvel ezelőtti Mazda is, persze csak akkor ugye olajkája volt benne, de nem a meleg vizet találták föl, csak ez így jó. Tehát ez jó érzés, hogy az elektromos autó elektromosságból nem pöfécselve, nem üzemanyagot éget el arra, hogy én egy meleg autóba üljek be, vagy már egy leolvasztott autóba üljek be. Na és akkor nézzük, teszek egy P-t, húzok egy kéziféket, és az jön ki, hogy 21,9, meg is mutatom, 21,9 lett az átlag, és 42% maradt. Tehát 65%-kal indultunk, és 42% lett. Na, inkább számológépet ragadok, az a biztos, mert itt most elizgulom magam a videóba, és nem bírom kivonni a 65-ből a 42-t, tehát 23%-ot csökkentünk. Őt most fölkerekítette 22 kWh per 100 km-re a fogyasztásunk, legyen ez is így egyszerűbb, számolni is egyszerűbb vele. Ugye, mint már említettem, ha kimatekozzuk, akkor legyen 0,4 kWh 1%. Tehát mi 23%-nyit, azaz, beszorozzuk 0,4-del, 9,2 kWh-t használtunk most el, úgymond ez a fölle út alatt, tehát az biztos, hogy nem nullába jöttünk ki, az egyértelmű. Az viszont reális, mert ha ugye ezt felszorozzuk 100 km-re, akkor azt kapjuk meg, hogy 23 kWh 100 kilométeren lenne ez a kis kocsikázásunk, ami az legalább így pariba van, az, amit mond, az, amit csinál, és csodát nem tettünk. Sőt, nagyon nem. Lehet, ha ezt megcsináljuk tavasszal, amikor se légkondizni, nem kell se fűteni, akár ugyanezzel, akkor le lehet hozni mondjuk ilyen 15-16 kWh-ra, hát így hidegben fűteni kell és járni kell. Legalább csináltunk egy ilyet is, meg hát snowboardoztunk, azt mindig nagyon jó csinálni. Írjátok le, hogy ti snowboard vagy sieltek inkább, ez mindig jó téma, ezzel órákat el lehet elemezni, hogy ki mit, merre, mennyit, hol volt, mit csinált. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis új autóteszt / vlogunkat, jövünk további tartalmakkal. Ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ezt nagyon megköszönjük, és kapcsoljátok be a csengőcskét. Na, jók legyetek, szevasztok! Thank you.